A vírus, ez egy 2015-ös Szóval a vírus az egy 2015-ben megjelent kártyajáték, amiben a játékosoknak az lesz a feladata, hogy egy egészséges szervet felépítsenek saját maguknak. Kifejezetten konfrontatív ez a játék, 2-től 6 főig lehet majd játszani, nagyjából 15-20 perc alatt megvan, és 8 éves kortól már neki lehet veselkedni. De lássuk, hogy a játékban pontosan hogyan is valósul meg ezeknek az egészséges szerveknek a megszerzése, megépítése. Mielőtt rátérnénk a játéknak a mechanikájára, nézzük meg, hogy pontosan milyen típusú kártyákkal is fogunk találkozni. Egyrészt 4 különböző szervünk lesz, 4 különböző színben, piros, zöld, kék, narancssárga. Ugyanilyen színekben megtalálható lesz majd mindegyik szervhez tartozóan egy-egy vírus, és ezeket gyógyítandó pedig 4 különböző gyógyszerrel is fogunk majd találkozni. Lesznek nekünk Joker kártyáink is, ezek is ugyanúgy gyógyszer, vírus vagy éppenséggel valamelyik szervnek feleltethetőek majd meg, és ugye bármelyik színhez fel lehet őket majd használni. Továbbá kezeléskártyákkal is fogunk találkozni. Ezek olyan kártyák, amikkel egy kicsit meg tudjuk bolondítani a játékmenetet, amivel egy kicsit a többiekkel ki tudunk majd szúrni, hogyha úgy van. És igazából ennyiből áll az egész paklink, ezeket a kártyákat fogjuk kijátszani saját magunk elé, vagy egy másik játékos elé, vagy egy közös dobó pakliban. De lássuk is akkor a mechanikáját. A játék elején alaposan keverjük meg a paklinkat, hogy tényleg össze-vissza legyenek benne a különböző színű és típusú kártyák, majd minden játékosnak osszunk 3-3 kártyát. A húzópaklit pedig tegyük egy könnyen elérhető helyre. Mindjárt rátérünk a játékosok akcióira, viszont fontos tudni, hogy a játékot az a játékos fogja megnyerni, aki 4 egészséges és különböző színű szervet ki tud maga elé játszani. Ennek a célnak az elérése érdekében a játékosok 2 akció közül egyet választhatnak a saját körükben. Az egyik ilyen akció, hogy a játékosnak a kezében lévő kártyái közül az egyiket ki kell játszania, vagy saját maga elé, vagy egy másik játékos elé, vagy ugye, hogyha egy kezelés kártya, akkor azt eldobni a dobópakliba és érvényesíteni annak a hatását. Jelen esetben én például kijátszom ide ezt az univerzális szervet, ezzel is elkezdve megépíteni a saját egészséges szervezetemet. Ha kijátszottam a kártyát, akkor pedig vissza kell töltenem a kezemet 3-ra. 1, 2, 3. Visszatöltöttem. A másik akció lehetőség, ami közül választhat a játékos, hogy bármennyi lapot eldob a kezéből, és visszatölti a kezét, hogy ismét 3 kártyája legyen. Tehát frissíti a saját kezét. Most már egy kicsit előre szaladtam a játékban, hogy lássátok, hogy pár kör után hogy fog kinézni a játék területünk. Mint láthatjátok, minden játékos építgeti a saját kis egészséges szervezetét, neki már 2 is van, amiken semmilyen vírus nem található, neki is 2 van, viszont ott már van egy vírus, illetve neki is csak 1 egészséges szerve van, viszont 2 gyógyszer is van rajta, ami azt jelenti, hogy immunissá vált. Hogyha én például szeretném, hogy ez a játékos elveszítse az egyik szervét. Ha azt szeretném, hogy például a velem szemben ülő játékos az egyik szervkártyáját elveszítse, akkor, ha már van rajta egy víruskártya, akkor még egyet ki kell rájátszanom, és ezáltal fogja elveszíteni az adott szervet. Az így keletkezett kártyacsomagot pedig tegyük a dobópakliba. Ha nekem valamelyik kártyámon már egy víruskártya szerepel, és szeretném azt a vírust kiírtani, akkor egy gyógyszeres kezeléssel ezt megtehetem. Ilyenkor ez a 2 kártya megy a dobópakliba. Ha az egyik szervemen már szerepel egy gyógyszerkártya, és egy játékos kijátszana rá egy víruskártyát, akkor a gyógyszer hatástalanítja azt, viszont szintén ugyanúgy a dobópakliba fog kerülni. És mint mondtam, hogyha szeretném immunizálni az egyik szervemet, akkor 2 a kártya színével megegyező gyógyszert kell kijátszanom. Így ezt a kártyát már nem tudják eldobatni a többiek velem. És így folytatódnak a játékosoknak a körei, és egészen addig tart a játék, amíg valamelyik játékos 4 különböző színű szervet ki nem tud játszani úgy, hogy egyiken sincsen vírus. Ez a 2015-ben megjelent parti játék szerves részét képezheti majd a társasjáték gyűjteményeteknek, hogyha ti is szeretitek az egyszerűbb, könnyen tanulható, könnyen tanítható és gyorsan lejátszható parti játékokat, amiknek akár a grafikájában, akár a sztoriában van valami humor.
és hogyha megtetszett, akkor megtaláljátok webshopunkban, illetve szaküzleteink polcain. Ha pedig hasonló tartalmakat szeretnétek látni, például egy gameplayt a vírus játékból, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjatok rá a kis csengőre, hogy elsőként értesüljetek a legújabb tartalmakról, továbbá kövessetek minket Instagramon, Facebookon és TikTokon is. Következő videóig is mindenkinek egészséges szerveket, én Gada voltam és sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!